nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora. Aiszóposz. Magyaros névalak alapján Ezópusz meséiről lesz szó a mai előadásban. Görög író volt időszámításunk előtt a 6. században. Életéről Hérodotosz, Arisztofanész és Arisztotelész is írt. Szamosz szigetén élt rabszolgaként. Természetes bölcsességével, meséjének köszönhetően elérte a felszabadulást. Részt vett Szamosz politikai életében és közéleti tekintélyre is szert tett. Később eljutott Delfojba, ahol a kabzsi lakosokkal összeütközésbe került. A szentély megrablásának hamis ürügyével megölték Krisztus előtt 564-ben. Később a delfoiak vérdíjat kínáltak fel Ezópusz örökösének. Ez volt gazdájának unokáját illette. Egyes írások szerint púpos, komikus alak lehetett, mások a bölcs vagy a hős alakját rajzolták meg. Minden bizonnyal hatásos előadó volt. Élettörténete korán legendássá vált, s az Aiszóposz regény, mely később az első században keletkezett, meséli el a vele történteket. Neve tehát összefonódott a meseirodalommal. Már Aiszóposz vagy Ezópusz kora előtt is ismert volt az állatmese, például Hésziodosznál, Szimonidésznél, Arkhilokhosznál. Már ezekben is felfedezhető volt a kritikai és az oktató szemlélet, a demokratikus hajlam és a keserű élettapasztalat. A világirodalmi lexikon szerint kiváló mesélő egyéniség lehetett, aki rövid és csattanós műveivel a társadalmi politikai folyamatokat is értelmezte. Meséinek főszereplői állatok, emberi tulajdonságokkal felruházva. Továbbá szegény emberek is lehettek, akiknek erkölcsisége a gazdagokkal szemben magasabb rendű. A történetek végén a tanulság iskolás megfogalmazása később született. Moralizáló hajlamát a rabszolga sors és a feltételezhető testi fogyatékosság indokolta. Az első mesegyűjtemény töredék az első századból maradt ránk egy papíruszon. Magyarul először Pesti Gábor átdolgozásában és fordításában jelent meg 1536-ban. Heltai Gáspár 1566-ban Száz fabula címen adta közre meséit, feldolgozta ugyanakkor Fédrusz és La Fontaine is. Ezópusz állatmeséinek a szórakoztatáson túl erkölcsnemesítő hatása is volt. Erre tudatosan törekedhetett. Kipellengérezte az emberi hibákat, a jellemgyöngességeket. Tapasztalata lehetett, hogy az élet megbünteti a kevélyeket, gonoszokat, legalábbis meséi ezt a reményt keltették. A legújabb kutatások felfedezték a mesélés tényének és magának a mesének pszichológiai és pedagógiai vonatkozását minden életkorban. Az emberiség történetében az írásbeliség előtt is meghatározó szerepe volt a mesének, mítosznak, legendának. Az emberi bölcsesség elengedhetetlen hordozói ezek az irodalmi művek. A mesepszichológiai kutatások igazolták, hogy már magzati korban a 3. hónaptól kezdve érdemes mesélni a gyermeknek, mert javítja a gyermekanya kapcsolatot, kihat az egészségére, lelki és testi szinten egyaránt. Még a csecsemőkori mondókák is hatnak a gyermekek humorára, de még a későbbi párkapcsolatára is. Ez a helyzet a gyermek ősbizalmát váltja ki, mely kihat a környezete irányában érzett viszonyulására is. Nagyon fontos, hogy a gyermek fantáziáját így módon is fejlesszük, s ne lássuk el iparilag készített animációkkal, sablonokkal. Hadd fedezze fel saját képzelő erejét. A kutatások szerint diagnosztizálni és kezelni is lehet bizonyos pszichés betegségeket a mesékkel. Most pedig halljunk néhányat. Ha
Ezópusz, a pásztorfiú. A pásztorfiú a réten őrizte a nyájat. A juhok csak legeltek és legeltek, a fiú pedig egyedül volt és unatkozott. Gondolt egyet, storka szakadtából kiabálni kezdett. Farkas, farkas, itt a farkas a juhok között! Segítsetek! Meghallották a falubeliek a segélykiáltást, ott hagyta a csapott papot, s lóhalálában futottak a fiú segítségére. Amikor odaértek, a juhok békességben legelésztek, a fiú pedig a hasát fogta a nevetéstől. Ha-ha, becsaptalak benneteket, ti meg milyen rémült képet vágtok. Az emberek fejüket csóválva visszatértek munkájukhoz. Néhány nap elteltével a pásztorfiú megint sikoltozni kezdett. Farkas, farkas, itt a farkas, segítsetek! Meghallották a falubeliek a segélykiáltást, s lóhalálában futottak a mezőre. Amikor odaértek, a fiú megint csak a hasát fogta nevettében, így ment ez még néhány alkalommal. Egy napon a farkas valóban megjelent, s rögvest el is kapta első áldozatát. Farkas, farkas, itt a farkas a juhok között! Jó emberek, segítsetek! A farkas tépte, szaggatta a juhokat egyiket a másik után. A fiú pedig hiába kiabált torka szakadtából. Nem érkezett segítség. A farkas mindegy szálig végzett a szegény állatokkal. Nem hallottátok, hogy segítségét kiáltozok? Kérdezte a fiú sírva a vetésről éppen hazafelé tartó falusiakat. Sokszor becsaptál minket, honnan tudhattuk volna, hogy most valóban veszély fenyeget? A mese tanulsága így szól. Akit egyszer hazugságon kaptak, annak nem hisznek többi, ha igazat is mond. Másik ismert mese, a mezei és a házi egér. A mezei egér meghívta barátját, a házi egeret ebédelni. A mezőre mentek, ahol árpát meg búzát rágcsáltak. A házi egér így szólt barátjához, köszönöm meghívásod, de meg kell mondanom, kutya élet a tied, én viszont dúskálok a finomabbnál finomabb ételekben. Tarts velem, mindent megmutatok. Boldogan, mondta a mezei egér. Rögvest útra keltek, s hamarosan elérkeztek a házi egér otthonába. Valóban volt ott minden, mi kedves egy egér szívének. Zöldségek, magvak, sajt, friss gyümölcsök. A mezei egér szájtátva bámulta e pompát. Ó, kedves házi egér, soha nem láttam még ilyen fényűzést. Nagyon boldog lehetsz itt. Eddig nem is tudtam, milyen nyomorúságosan tengetem az életem, mondta szomorúan a mezei egér. Ne búslakodj, inkább lássunk hozzá lakomának, hívta a házi egér. Ezt is tették. Éppen beleharaptak volna a csábítóan mosolygó sajtba, amikor nyílt az ajtó. A két félénk egér úgy nyakába szedte a lábát, s az egérjukba futott. Félelmükből magukhoz térve, előmerészkedtek rejtekhelyükről, s újfent hozzáláttak volna a falatozáshoz, amikor ismét nyílt az ajtó. A két kis egér megint a jobban talált menedéket. A mezei egér korgógyomrát feledve, sietve szedelőzködni kezdett. Ég veled, barátom! Minden jóban dúskálsz ugyan, ám rettegés az ára. Az én eledelem szegényes és egyhangú, de életem nem keseríti meg a félelem. A tanulság a következő. A biztonságos, bár egyszerű élet többet ér a félelemmel teli fényűzésnél.
teknős és a nyúl. A nyúl az erdő állatai előtt azzal hetvenkedett, hogy ő a leggyorsabb a világon. Lábam hosszú, karom erős, futásom oly szélsebes, nincs ki nyomomba érhetne. No, nem olyan biztos az, jegyezte meg halkan a teknős béka. Csak nem mered azt állítani, hogy kiállsz velem egy versenyen? Éppenséggel megpróbálhatom, válaszolta a teknős béka nyugodtan. Az erdő állatainak figyelő tekintet előtt meg is állapodtak a feltételekben. Másnap korahajnalban rajthoz álltak, s megkezdődött a versenyfutás. A nyúl, természet adta gyorsaságában bízva, nem erőltette meg magát. Amikor látta, hogy néhány lépéssel már messze maga mögött hagyta a teknőst, lelassította lépteit, s gúnyosan elmosolyodott. Most aztán jól megleckészhetem a nagy szájút. Az egész erdő előtt nevetségessé fog válni, gondolta elégedetten a nyúl. Azzal tüntetőleg leheveredett egy fa alá. Hamarosan el is nyomta az álom. A teknős apró lábait kapkodva kitartóan cammogott. Jól tudta ő, milyen lassú a mozgása, s azt is, csak a kitartás lehet a fegyvere. Egész álló nap ment és ment, elhaladt az alvó nyúl mellett, s kifulladva beért a célba, elsőként. A tanulság pedig, a kitartás és akarat győzedelmeskedik a hanyagság felett. A róka meg a gólya. Egy nap a róka vendégségbe hívta a gólyát. A róka ízletes vacsorát főzött. Amikor a gólya megérkezett, meglepetten nézte a terített asztalt. A lapos tányéron leveses pép gőzölgött, mely incsiklandó illata az egész szobát betöltötte, ám a gólya hosszú, vékony csőrével sehogyan sem fért hozzá az ételhez. Így aztán korgó gyomorral kellett távoznia. Köszönöm megkívásodat, hadd viszonozzam, mondta a távozóban lévő gólya vendéglátójának, holnap este jöjj el hozzám vendégségbe. A róka örömmel elfogadta a meghívást. A gólya egész nap sürgörődött a konyhában, s vacsorája illata talán még a rókájén is túltett. A róka már alig várta az ízletes ételt, ám a terített asztal láttán most rajta volt a sor, hogy megdöbbenjen. A gólya ugyanis az ételt hosszú nyakú edényben tette a róka elé, s jó étvágyat kívánt. A róka próbálkozott jobbról is, balról is, ám amíg a gólya hosszú csőre könnyedén befért a szűk edénybe, és jó étvágyjal falatozott, addig ő sehogyan sem tudott az ételhez férkőzni. Így aztán a róka maradt éhen. Róka koma, hát nem ízlik a főztöm? Incselkedett a gólya. Ne vedd a szívedre, hiszen tőled tanultam. A minap megcsúfoltál engem, most rajtad a sor. Amit velem tettél, csak azt kapod vissza. A mese tanulsága, a családviselkedés megbosszulja magát. Az oroszlán és az egér. Az egerek önfeledten játszadoztak a mezőn. Addig-addig ugrándoztak, míg egyikük nekiütközött az alvó oroszlánnak.
Az oroszlán felébredt, s elkapta az egeret. – Mit képzelsz, te nyavajás? – ordította dühösen. – Hogy mersz felverni legszebb álmomból? Most aztán véged van? Már-már bekapta a rémült egeret. – Kérlek, bocsáss meg, nem akartalak megsérteni – könyörgött az egérke. – Kérlek, engedj szabadon. – Ha megkegyelmezel, egér szavamra ígérem, meghálálom. Az oroszlán nagyot kacagott az ígéret hallatán. Ugyan hogyan tudnád te segíteni nekem? Ám végül mégis megkegyelmezett a kis cincoginak, mondván, ilyen apró állaton bosszút állni nem méltó az állatok királyához. Az oroszlán életét nem sokára mégis a kisegér mentette meg. Történt ugyanis, hogy az oroszlán vadászok csapdájába esett. Hatalmas erejét megfeszítve próbált szabadulni, de hiába. Tehetetlenül vergődött kötelékében. Az egér meghallotta az oroszlán nyögését, és oda sietett. Maradj nyugton, azonnal kiszabadítalak, mondta. Az egér éles fogaival elrágta a kötelet, és visszaadta az oroszlánnak a szabadságát. Te kinevettél engem, nem hitted, hogy segíthetek rajtad. Most láthatod, hogy az egér hálája is jól jöhet egyszer. A tanulság a következő. A szerencse forgandóságában még a hatalmasok is rászorulhatnak a gyengébbekre. A bárány bőrbe bújt farkas. A farkas kedvenc eledele a jó kövér bárány volt. A pásztor féltőn őrizte nyáját, így a fenevad csak nagy nehézségek árán jutott ételhez, pedig neki aztán mindig kopogott a szeme az éhségtől. Egy napon nagyszerű ötlete támadt. Ha minden sikerül, ezentúl nem szenvedek hiányt, akár minden áldott nap bárányhúst ehetek, gondolta. Másnap, amikor a pásztor éppen nem figyelt, sikerült elkapnia egy bárányt. Gyorsan lenyúzta a bundáját, magára terítette, majd a nyáj közé keveredett. Olyan jól játszotta a szerepét, hogy sem a bárányok, sem a pásztor nem gyanakodott rá. Amikor az ember elmegy ebédelni, könnyedén elkapom az egyik bégetőt, s akkor aztán lesz lakoma, gondolta a farkas elégedetten. Mindeközben a bárányok izgatottan mozgolódni kezdtek. A pásztor ugyanis hozzáfogott összeterelni a nyájat, ő is megéhezett, s ebédre valót keresett. A farkas nem tudhatta, hogy a pásztor kedvenc eledele szintén a bárányhús. S a pásztor csodájára éppen a bárány bőrbe bújt farkas szemelte ki ebédjének. A tanulság a következő. Aki más bőrébe bújik, félő, hogy a másik végzete utoléri. Jól lakott róka. A róka éppen élelem után kajtatott, amikor észrevette a juhászt, amint egy faodvába rejt valamit. A róka elbújt, megvárta, míg elmegy a juhász, s a rejtekhez óvakodott. Azonnal összefutott a nyála szájában, hiszen az üregben az ember ebédjét találta. A róka azonnyomban bebújt a lyukba, s jó ízűen falatozni kezdett, nagyon ízletes volt az étek,
A róka rég nem evett ilyen finomat. Amikor jól lakottan ki akart mászni az odúból, nagy meglepetés érte, akárhogyan is forgolódott, bárhogyan is gyömöszölte magát, nem tudott kibújni. Egyszerűen beszorult. Kétségbe esetten segítség után kiáltozott, amikor arra ment egy másik róka. Hát veled meg mi történt? Kérdezte. Szegény beszorult róka elmesélte, hogyan került ebbe a szorult helyzetbe, mire a másik róka azt mondta. A rengeteg étel miatt megnőtt a hasad. Egyetlen módon szabadulhatsz meg. Addig kell várnod, amíg újra megéhezel, akkor megint olyan leszel, mint amikor bemásztál. A tanulság? Mielőtt cselekszel, gondolj a következményekre. A denevér. Egykoron háború támadt a madarak és a négylábú állatok között. Igazából senki sem emlékezett a viszályokára, a madarak és a vadak mégis véres csatákat vívtak. Néhány ütközet után eldőlni látszott a harc. A négylábú állatok kerekedtek felül. A denevér ekkor kivált a madarak seregéből, és elment az állatokhoz. Ékes szólóan dicsérte haditechnikájukat, nyájas szóval hízelkedett a győzteseknek. A következő ütközetben a madarak élére az erőszárnyú és csőrű sas állt. Erélyes szóval biztatni kezdte a madarakat, s élen járt a harcban, körmével tépte a vadak szőrét, csőrével vagdosta fejüket, a harc eldőlt. A négylábú állatok menekülésre fogták a dolgot, a madarak pedig győzelmüket ünnepelhették. A denevér is ott ült velük az ünnepi lakomán. A háború véget ért, a négylábú állatok és a madarak békét kötöttek egymással. A madarak azonban nem felejtették el a denevér pálfordulását. Magukhoz hívták, s kérdőre vonták. Miért állt át az ellenség táborához, amikor veszélyre álltak? Mivel a denevér semmi elfogadható válaszsal szolgálni nem tudott, a madarak ítélkeztek felette. Kitérdesték tollait, s elűzték maguk közül. Azóta van az, hogy a denevérek a madaraktól távol, éjszakai életet élnek. A tanulság? Az álhatatosság és hűség meghozza gyümölcsét, az árulást pedig megtorlás követi. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt. Adásunkat meghallgathatják és letölthetik a szentistvánrádió.hu letöltések oldalán.